Hiba volt a Szeretlek Magyarország klub belső rendezvényére előadónak meghívni Vona Gábort, írta a szervezet belső levelező listájára Gerő András, aki szerint ezzel a véleménnyel nincs egyedül. Úgy gondolom, hogy ez a Szeretem Magyarországot klub, ez nagyon helyesen a közélet, értelmiségi élet, politikai élet különféle szegmenseiből hív embereket, nagyon széles spektrumban, de ezek mindegy belül vannak egy, nevezzük így, demokratikus minimumon. És én azt gondoltam, hogy miután az ön által említett személy, akit meghívtak, az egy olyan pártnak a vezetője, amely éveken keresztül nemzeti radikális pártként határozta meg magát, és az ő nemzeti radikalizmusoknak része volt a cigány és zsidó ellenesség, összefoglalóan a rasszizmus, ezért én úgy gondoltam, hogy a rasszizmus politikai és közéleti jelenlétét nem honorálhatja egy ilyen egyébként nyitott, demokratikus szellemű szerveződés, mint a Szeretem Magyarországi Klub. Következően nem értettem egyet ezzel a meghívással. Kunce Gábor rázta fejét, mert mindjárt szót kap, csak a Kati ott volt ezen én a klub. Én ott voltam egyrészt, másrészt ennek a klubnak az ügyvívő testületének a tagja vagyok. Ebből az következik, hogy ezt a vitát, ezt én figyelemmel követtem. Az nagyon, nagyon régóta tartott tulajdonképpen ez a vita, mert korán akarták meghívni, már majdnem egy évvel ezelőtt akarták volna meghívni többen Vona Gábort. Én akkor elleneztem, nagyon sokan ellenezték, én azt képzelem, és ez volt a többségi vélemény is, hogy amennyiben valaki a választáson tényező lesz a következő választáson, akkor azzal megismerkedni az szerintem nagyon praktikus. Jó, most azt a mondatot mondjad, amit nekem mondtál az öltözőben, aminek kicsit vitatkoztam. Tehát, hogy nem amit tudom, hallottál annak alapján? Amit hallottam annak alapján, Vona Gábor a demokratikus pártrendszernek az egyik része, vagy nem tudom én, képviselője. És mondani valóját tekintve? Mondani valóját tekintve rendben volt, amit köszönöm. Ő ott mondott. De közben pedig azt szeretném mondani, és ez hozzátartozik a dologhoz, hogy mindenki, akinek fenntartásai vannak, és nem annak alapján ítél, amit először hallott, hanem az eddig benyomásai alapján ítél, az nem teszi ezt rosszul. Én azzal egyetértek, hogy a demokratikusnak nevezett pártok nem lépnek szövetségre a Jobbikkal. Szerintem ez teljesen rendben van, nincs ekkora ugrás, átjárás nincsen a politikai térfelek között. De honnan veszed, hogy nem lépnek vele? Mert majd csak figyelnek, hogy nem. Hogyan? De igazán ez öltözőben nem beszéltük meg, tehát itt most kénytelenek, hogy nem. De a másik fele a dolognak, hogy egy ilyen civil szerveződés miért ne fogadhatná a vonát, és miért ne szembesíthetné adott esetben a nézeteivel, vagy a korábbi mondataival? Hát ha befolyásolni tudják, és ráadásul azért az is elképzelhető, hogy 5 éve ilyenek voltak, most meg ilyenek lettek, nem tudom, egyébként nem beszéltem velük, de csak gondoljunk a Fideszre, hogy a Fidesz ezek honnan szerint konzervatív. Én egyébként neked a Bajcsi Zsilinszkire hivatkoztam. Igen. Ugyanolyan fajvédő, kirekesztő volt, és aztán az egyetlen ember volt, aki revolverrel fogadta a gestaposokat, és fölakasztották a nyilasok. Én nem akarom a Bonát Bajcsi Zsilinszkire hasonlítani, de csak mondjuk maradjunk a Marine Le Pennél. A papához képest mekkorát ott változott? Szóval szerintem nem már Le Pen meg az öreg Le Pen a problémánk, hanem Orbán Viktor, és szerintem most az ebben a pillanatban Orbán az öreg Orbán Viktor, és most kisebb mértékben Vona Gábor, azt gondolom. Ne felejtsük el Vona Gábornak azokat a dolgokat, amiket ne felejtsük el. Értékeljük azokat a gesztusokat is helyükön, amiket ennek tüntetésére most megtesz, de sajnos tegnap olvastam valamelyik labban, nem tudom, Magyar Narancs volt-e, vagy HVG, hogy Vonának a megítélése a nagyon okos nyilatkozó számára napról napra változik, mert most a Vona a kisebb baj. Orbán Viktor szerintem ennek az országnak, ennek a demokráciának sokkal nagyobb baj. Az MSZP szavazók 60% a második pártként a Jobbikot jelölte meg. Ennek azért meg lehetnek a speciális okai, én azért... Mert nem úgy gondolkoznak, mint a Kunce, hanem abból indulnak ki, hogy ahhoz, hogy kormányváltás legyen,
Az egyéni jelölteknél össze kell hangolni. A korábbi MSZP szavazók jelentős része már Jobbik szavazó, mert azért bizonyos nézetrendszerekre még MSZP szavazóként is vevők lettek volna, ha lett volna, és amikor megjelent, akkor szépen átmentek oda. Annyit szeretnék mondani, hogy a Fidesz, amikor észrevette azt, hogy van rés az MDF kipusztulásával a jobb oldalon, akkor tudatosan átnavigálta magát oda. Lehet, hogy a Jobbik is észrevett valamit a Fidesz változásával kapcsolatban, és benavigálja magát a Fidesz. Ilona maga mit tapasztal, Vácsat? Mert nálunk például Kisarosszilban az előző választásoknál a takarítónőnk, egy nagyon helyes lány, azt mondja, hát én Jobbikra szavaztam én. Azt mondja, az egész falu Jobbikra szavazott. Mondom, miért? Hát ők még nem loptak. Ez egy praktikus. Hát ezzel kapcsolatban Vácról tényleg csak nagyon röviden. Én egy egyesület színeiben most bekerültem az önkormányzatba Vácon, és én is egyedül vagyok ennek az egyesületnek a színeiben, és ugyanúgy a Jobbikos is egyedül van a testületben, 15 fős testületben, tehát azért sokat elárul mondjuk arról, hogy Vácon milyen falsúlya a Jobbik. Azért azt hozzátenném, hogy azzal az egy Jobbikossal viszont nagyon konstruktívan tudunk együttműködni, ami hát sok minden, tehát mindegy, ez a munkában azt gondolom, hogy talán nem, amikor nem kifejezetten az elvekről van szó, akkor az ember a praktikus oldalát veszi elő. Viszont az elmaradott kistérségeken, azokon a városokban, akár mondjuk Devecser vagy Tiszavasvári, ahol Jobbikos vezetés van, azért ott nem felhőtlen a Jobbiknak a szereplése. Ugye Devecserben most tudjuk, hogy választás lesz, mert hogy feloszlatta magát a Jobbikos testület, és azt gondolom, hogy a Jobbikban nagyon sok olyan vezető van, és itt nem is pont Vona Gáborra gondolok, inkább talán a második sorban lévőkre, tehát hogy keménykednek, én Gyöngyöspatától kezdve nagyon sok helyen jártam, tehát keménykednek, de a hogyan, azt soha nem tudják megmondani. Tehát, hogy nincsen ott az az értelmiségi bázis, én legalábbis így látom jelenleg mögöttük. Nézzük Gyurcsányt.